Very, sziasztok nektek! Ákos vagyok, és ma egy fit, cukormentes, epres céklatortát fogunk csinálni, úgyhogy tartsatok velem! Nagyon egyszerű lesz a dolgunk. Mindent beleteszünk egy tálba, összekeverjük, és kész is vagyunk. Na tehát, van itt nekünk 125 g finomra reszelt céklánk, és ki van facsarva. Ez a torta fehérjével van dúsítva, és én most ebbe az alapba teszek 35 g epres sejsavú fehérjét, jön még bele 90 g zappehelyliszt, 35 g zappehely, 3/4 táskanál szóda bikarbóna, jön bele 1 táskanál sütőpor, 130 g joghurt, 60 ml céklalé, 60 ml tej, bár már így is benne van a cékla meg a céklalé, de azért én még rakok bele egy kis céklaport is. Jön még bele folyékony édesítőszer, és felolvaszok 25 g kókuszsírt, és még ezt fogjuk belecsorgatni. Ezt alaposan összedolgozom, és amint felolvadt a kókuszolaj, azt is hozzácsorgatom. Kókuszsírral kikenjük, aztán jöhet bele a kis torta alapunk. És az berepül a sütőbe 175 fokra, körülbelül 40 percre. Amíg sül a tortánk, addig elkészítjük a krémet hozzá, hiszen ez a torta nem torta krém nélkül. Jön ide az aprítógépünkbe túró, ami zsírszegény túró. Teszünk bele egy teáskanálnyi folyékony édesítőszer, és ezt most alaposan kikrémesítjük. Amíg kikrémesedett a túrónk, teszünk bele fehércsok és fehérjepor, de igazából amilyen ízesítést szerettek és illik a krémhez, olyat használtok. Szerintem egy sima vaníliás is tök jól megy hozzá, vagy akár egy banános is tök jól összekombinálható, ugye az előzőleg használt epres fehérjével. Következő lépésként a mascarponénkat kihabosítjuk egy robotgéppel, aztán összedolgozzuk a túrókrémünkkel. A krémet egy habzsákba töltöm, aztán felhasználásig a hűtőben tárolom. Hagyjuk a tortát szobahőmérsékletre hűlni, aztán vízszintesen ketté vágjuk. És most a krémünk felével megtöltjük, középen kezdünk, pöttyöket nyomunk végig. Most egy kevés céklaporral megszitáljuk. Ráhelyezzük a tetejét, és a maradék krémmel feldíszítjük. Őt is megszitáljuk. Hú, bátya, add csak ide az epret! Áááá, köszi szépen! Na, hát akkor még ezzel is feldíszítjük. Remélem tetszett az én fit, cukormentes, fehérjével dúsított epres céklatortám. Próbáljátok ki. Ja, és azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy a kalóriákat ne egy egész tortára nézzétek, hanem egy embernek egy adagra, és úgy nem vészes, teljesen belefér egy egészséges életmódba. Kövessetek minket YouTube-on, Instagram, Facebookon, TikTokon, mindenhol is. Találkozunk legközelebb, sziasztok!